Új kerékpárutat építenek Zalaegerszeg déli város részén. A beruházás, ami a Kovács Károly városépítő program részeként valósul meg, az eddigieknél jóval kedvezőbb feltételeket biztosít a biciklisek számára. A klímavédelmet és a hozzá kapcsolódó intézkedéseket Zalaegerszegen is kiemelten kezelik. A városvezetés ezért is támogatja a kerékpáros forgalmat. 1998-tól a mostani évekig 16 ezerről 35 ezerre nőtt az autók száma a városban. Egyre többen vannak, akik nem csak turisztikai célból, hanem a munkahelyükre való eljutás céljából is kerékpárt szeretnének igénybe venni. Ehhez azonban biztosítani kell a megfelelő kiépítettséget és az, hogy biztonságosan tudjanak ezeken a kerékpárutakon eljutni a munkahelyeikre. Az épülő vonal, amit várhatóan nyár végén adnak át, a vasútállomástól Boczfölde közigazgatási határáig tart. Nagyon fontos lesz a jövőben, hogy ezáltal Zala-Besenyő bekötése a kerékpáros infrastruktúrába javulni fog. Természetesen a Zala-Besenyőben élők mindennapjait megkönnyíti, hiszen biztonságosabb körülmények között tudnak majd eljutni a belváros irányába. De nagyon fontos, hogy Zalaegerszeg déli városrészeiben nagyon sok cég, illetve gazdasági társaság van. Az ő megközelítésük is javulni fog. A sajtótájékoztatón a Kovács Károly városépítő program további elemeiről is tájékoztattak. A Kikelet utcához közeli Sas utcába a lakók kérték, hogy legyen egy járda építve Sas utca és a Hegyalja utca között. A Kovács Károly városépítő elem egy másik része a kórház hátsó bejáratánál 34 térköves parkolóhely kialakítása a Szent László utca, Tomori pár utca felőli oldalán. Választási ígéretünk volt az, hogy enyhítjük a kórház körül kialakult parkolási nehézségeket. A városépítő program 2024 végéig tart. Eddig az időpontig a megyeszékhely több fejlesztéssel és várhatóan további 25 km bicikliúttal bővül.